Az igen szavazás Magyarországért, ugye az ISZOM, az szintén törekszik arra, hogy mind a 106 helyen el tudjunk indulni, folyamatosan jelentjük be a jelöltjeinket, most már bőven 65 fölött vagyunk, a héten is bejelentünk két ember, tehát ezek folyamatosak a jelöltmutatások, tehát szerintem még az idén úgy meg leszünk úgy nagyjából a 90%-zal, és így hát azért a listaállítás úgy nem forog veszélyben. Mi nem valami ellen jöttünk létre, hanem azért, hogy felszámoljuk azt a szociális és morális válságot, ami Magyarországon az elmúlt 30 évben itt fölhalmozódott. Úgyhogy mi ezért küzdünk, hogy bejussunk a Magyarországgyűlésbe, és ott ki tudjuk harcolni, hogy a magyar embereknek 250 ezer legyen a minimál bére, de nem bruttó, hanem nettó, tehát ugye érdemi pénzt tudjanak keresni a munkájukkal, 150 ezer forint legyen a minimál nyugdíj, és 50 ezer forint a családi pótlék, és hát még sok egyéb dolog, amit ugye a Kádár János tervben szoktunk összefoglaló néven. Ugye az önjavaslata volt az is, amit kívülről nézve pontosan úgy tűnik, és úgy olyan érzete van az embernek, az újságolvasónak, vagy a közéletet figyelőnek, mintha az ellenzéki összefogás ellen szólna, önjavasolta azt, hogy egy lista, egy frakciót jelentsen majd az országgyűlésen belül is. Mi indokolta ezt a beadványt? Igen, hát nézzük, ugye a mi programunk ugye az igen szocializmus, és ugye ebben mi az egyenlőségre tesszük nagy mértékben a hangsúlyt, és a jogok. És mi azt gondoljuk, hogy a magyar embereknek joga van ahhoz, hogy az ő szavazataik azok érvényesüljenek a Magyarországgyűlésben. Érvényesülnek közösen. És azt gondoljuk, hogy olyan pártoknak kell legyen frakciójuk, akikre az emberek szavaznak, és érdemben a programjuk mögé állnak. Kire ezt gondol hogy, ilyenkor? Mindenkire. Mi magunkra is gondolunk, az összes többi pártra gondolunk. Azt gondoljuk, hogy Magyarországon is olyan pártok alakíthassanak képviselőcsoportot, amivel rengeteg jog, rengeteg hatalom, és rengeteg pénz is jár, akiknek van társadalmi támogatottságuk. Akik mindenfajta megegyeznek egymással, 5-6-an, akár a Fidesz a KDNP-vel, akár bárki más, hogy ők közösen indulnak, akkor ők valamiért azt gondolják, hogy ők közösen tudnak bejutni az országgyűlésbe, ezzel minden rendben van, no, de akkor az emberek közösen szavaznak rájuk, tehát akkor ők alapítsanak egy közös frakciót. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez a, tehát egyrészt ez a jog, ugye ennek van egy korrupciós része is, csúnyán mondva, hiszen azt gondolom, hogy ugye jelen pillanatban is több olyan frakció van Magyarországgyűlésben, akik úgy alapítottak frakciót, hogy hát nem szavazott rájuk kire senki, valószínűleg be se jutnának a Magyarországgyűlésbe, és indultak el választásokon, én a KDNP, ilyen például a Párbeszéd is, na de hogyha így maradunk, így jutunk el 2022-ig, akkor nem kettő ilyen frakció lesz a Magyarországgyűlésben, hanem akár 4-5 is. Önök megpróbáltak csatlakozni ehhez a szövetséghez? Mi az előválasztásra gondolnak, természetesen mi jeleztük többször is írásban, és egyébként meg itt a médiákon keresztül is, hogy mi szívesen tárgyalnánk arról, hogy részt veszünk az előválasztásokon. Természetesen akkor át kellett beszélnünk a programokat is, ezt a hogyan alakítsunk frakcióügyet is, de hát ide el se jutottunk. Mert ugye tudja, úgy tűnik ilyenkor, hogy mintha engem kihagytak, akkor egy picit gáncsolok érzése van az embernek, ha ezt kívülről nézi. Nézze, én nem tudom, én ezt belülről tudom mondani, nekünk az a célunk, egyébként a politikában is azért azon kívül, hogy jöttünk a felszámolni a szociális és a morális válságot, az is a célunk volt, hogy mi tiszta vizet öntsünk a pohárba abból a tekintetből, hogy Magyarországon ma mi számít jobboldalinak, mi számít liberálisnak, és mi számít baloldalinak. Mi azt gondoljuk, hogy az ellenzéki összefogás pártjai azok valójában liberális, jobboldali pártok. Azt gondoljuk, hogy ami kormányon van, a Fidesz az egy határozottan konzervatív párt, tehát ők maguk is ezt állítják magukról, és ilyen tekintetben mi azt szeretnénk, hogyha baloldal érdemben, tehát az antikapitalista baloldal, amelyik szocializmust akar, amelyik nem szereti a fogyasztói társadalmat, és még hosszasan sorolhatnám, hogy mit szeretnénk elérni.